Üdvözlöm Önöket! A Sümeg Városi Televízió legfrissebb adását látják. Már is mutatjuk fontosabb híreinket röviden. Mikulás kupa. Játékos feladatokkal várták a térség óvodásait az iskolában. Anyanyelv hete. Gálaműsor és eredményhirdetés. Évzáró értekezlet. A futballcsapat befejezte az őszi szezont. Rendeződhet az úgynevezett Lukonics pláza sorsa. Sebbként tátongott eddig a félbehagyott beruházás a város szívében. A múlt héten azonban alapkőletételre került sor. Két ütemben megvalósuló, vegyes hasznosítású ingatlan épülhet a területen. Lassan már 15 év telt el a beruházás megkezdése óta. Sajnos a gazdasági válság okán leállt, mondta Vég László polgármester az újraindított építkezés alapkőletételén. Egy sebb volt ez a város képén, ami úgy tűnik végre begyógyulhat. Az úgynevezett Lukonics plázával azonban nem csak az üzletek száma fog gyarapodni a városban. Annak pedig valóban külön örülök, hogy itt egy lakóház is fog állni, ahol elsősorban a fiatal házasokra gondolnak, összekötve a kormány törekvéseivel, a csokkal, de kiemelném, hogy összekötve a városunk törekvéseivel is. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg szinte egy ilyen szinergikus dolog, hiszen ebben a városban az utóbbi két évben nagyon sok fejlesztés elindult. Reményeink szerint itt már jövő évben egy új ipari üzem is fog termelni. Nagyon remélem, hogy egyre nagyobb lesz az érdeklődés a városunk iránt, egyre többen települnek be a környékről, akár messzebbről, visszatérnek régi sümegiek, értelmiségiek, akik annak idején úgy gondolták, hogy itt nem tudnak megélni. Én nagyon remélem, hogy ez néhány éven belül megváltozik, és az nagyon jó, hogy lesz nekik hol lakni adott esetben. A beruházás megvalósítását elsősorban a Sümegen mutatkozó igények tették lehetővé. Másrészt a törvényi változások, a támogatások megjelenése lakásvásárlás tekintetében. Az alapkőletételével elkezdődhet a beruházás, és a tervek szerint jövőre az első ütem el is készülhet. A területen első ütemben egy 10 lakásos társasház fog épülni itt az utcafronton, és 3 kisebb üzlet. Ezeket elsősorban értékesítési célra szánjuk. A hátsó épület, ami már készen áll, az pedig egy vegyes hasznosítású épület lesz, ott is elsősorban apartmanok kerülnek kialakításra. Egy része egy apartmanszálló lesz, a másik része pedig a hosszú távú bérbeadásra a lakások, olyan sümegi cégek számára, akik távoli vidékekről hozzák a dolgozóikat, és szükség van az elszállásolásra. A beruházás jó lehetőséget biztosíthat a helyi vállalkozásoknak is. Munkát biztosítanak a beruházások a sümegi vállalkozásoknak, tehát megindul egy olyan munkafolyamat, vagy egy olyan lehetőség, ahol a sümegi vállalkozónak nem kell több száz kilométerre elutazni a dolgozókat elvinni munkára, hanem itt helyben is meg tudja keresni azt az árbevételt, ami ugye éves szinten szükség ahhoz, hogy a vállalkozását fenntartsa. És ezért is minden olyan beruházó, aki idejön, én elsődlegesen megkeresem, és elmondom nekik, hogy amennyiben lehetőség van, és olyan költségvetést adnak a sümegi vállalkozók, akkor ha lehet, akkor részesítsék őket előnybe. Az elmúlt 10-15 évben hasonló méretű építkezés lakások tekintetében nem volt Sümegen. A két ütemben épülő vegyes hasznosítású ingatlan megvalósulásával tehát rendeződhet végre a terület sorsa. Várva várt esemény minden évben a Ramazetter iskolában, hogy december 6-ához közeli időpontban megrendezik a Mikulás kupát. A környék nagycsoportos óvodásait várják erre, akiknek játékos tornát rendeznek. S aztán meglepetésként a sportos délelőtt végén megérkezik a Mikulás is. Játékos, sportos feladatokból idén sem volt hiány. 5 állomáson mérhették össze ügyességüket a nagycsoportosok. Minden feladat a Mikulás várással a közelgő ünnepekkel volt kapcsolatos. Immáron 6. alkalommal várták a járás óvodásait. Természetesen az óvisok is nagyon készültek a Mikulás kupára, több mint 120-an jöttek el. Betöltötték zsivajukkal, nevetésükkel az óriási tornatermet. Aztán pedig már kíváncsian a meglepetésre vártak.
Az a célunk, hogy a lehetőséget kihasználva, hogy nekünk itt van ez a nagy tornatermünk, a környék óvodásai is tudjanak együtt játszani egy jót. És nekünk meg tényleg nagy élmény, hogy a kis utódokat látva szervezhessük meg ezt a Mikulás kupát a kollégák segítségével természetesen, hisz ennyi kisgyereket nem lehet másképp csak szervezetten együtt mozgatni. Tehát 5 helyszínt alakítunk ki mindig, amelyik mindegyik a Mikuláshoz kapcsolódik, tehát keresik a Mikulás süvegét, a manókat, szánt húznak, és így tovább, és így tovább, és hát természetesen a végén azért mindig meglátogat bennünket a Mikulás bácsi is, és ez a program úgy gondoljuk, hogy jó kis adalék ahhoz a Mikulás váró élményhez, amit még, hát hála Isten, ez a korosztály átél. Az is hagyomány, hogy az első osztályosok, akik tavaly ugyanígy itt vendégeskedtek az iskolában, műsorral készülnek. Az első T-osztály kis manói és rénszarvasai táncos produkciót mutattak be. A programban a Mikulás kupán a nagycsoportosok vettek részt, akik így módon ismerkedtek az iskola hangulatával. Ez egyrészt azért is jó, mert azok a gyerekek, akik ősszel majd iskolások lesznek, előre ismerkedhetnek egy kicsit az iskolával. Másrészt ilyen közösségépítő jellege is van, hiszen az óvoda-iskola kapcsolatát ezzel erősítjük. És egy kicsit készülünk a Mikulásra, ugyanis ezek a feladatok, amiket itt nekünk összeállítanak, mind-mind a Mikulás váráshoz kapcsolódnak, és a gyerekek nagy örömmel és izgalommal várják minden évben ezt, és vidáman csinálják a feladatokat. Szerbadobás, szaloncukokat vittünk abba, meg ilyenek. Nagyon jó volt. Kusztunk szánkót is. Volt olyan, amikor a szarvas képet kellett megérinteni, volt olyan, amikor a szaloncukort kellett a játék putonyba belerakni, és még volt olyan is, amikor két valami szivacs, nem tudom én, át kellett ugorni, utána pedig egy másik szivacson pedig átbújni, a szőnyegen húzni magunkat, és akkor kellett azt fölmászni és a szarvast megérinteni. A játékos feladatok a Mikulás várásra hangolták az óvisokat. Verseket tanulunk, és szeretettel várjuk a Mikulást. És már nagyon várjuk, és még verseket is tanulunk neki. Aztán a gyerekek közös éneklését hallva meg is érkezett a Mikulás. Lassan, komótosan beballagott a terembe, hátán nehéz puttonyával. A nagyobb iskolások is bebekíváncsiskodtak. Ezt az élményt sosem lehet kinőni. Előkerültek az ajándékok is, minden résztvevő csoport kapott valami kis apróságot. Mit is? Nézzük csak! Szaloncukor meg papírok. Ez volt a délelőtt megkoronázása. Élményekkel gazdagon mehettek haza az óvodások ezen a jeles és emlékezetes napon első iskolai látogatásukról. A sümegi gyerekek mellett élvezhették ezt a programot a sümegprágai, káptalanfai, gyepükajáni, csabrendeki, gógánfai és zalaerdőri óvodások is. Nagy sikere van az anyanyelv hetének minden évben az iskolában. Idén is sokan mérték össze képességeiket a különböző lehetőségeken. A színvonalas eredményhirdetés pedig még inkább emeli a verseny rangját. A gála műsor esszenciája mindannak, amit a diákok elsajátítanak a magyar nyelv tanulása során.
Zsúfolásig megtelt az iskola könyvtára a versenyen résztvevő diákokkal, szüleikkel és a vendégekkel. Lezajlott az anyanyelvhete, most pedig izgatottan várták a különböző versenyeken elért eredményeket, a helyezések kihirdetését. A programmal párhuzamosan szervezték az angol és német versenyeket, így összetett eredményhirdetésre került sor. Mikor leány voltam, mikor leány voltam, szabad madár voltam, szabad madár voltam. A gálát Domonkos Kíra szólóéneke nyitotta meg. Az iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, zárása ez az alkalom a munkával teli időszaknak, egy kis emelkedett megpihenés mindazoknak, akik ezeken a versenyeken részt vettek, akik ezt a játékot nagyon komolyan vették. Hallatlan büszkeség hangsúlyozta, hogy ilyen sok tehetséges gyermek van, és köszönettel tartoznak a szülőknek is, akik támogatják az iskolát a tehetséggondozó törekvésükben. Jó példával járt elő az igazgatónő, meglepetésként előadta Simon István Mirza című költeményét, melyet gyakran szavalt ő is diákként hasonló versenyeken. Ahogy első gazdája hívta, mi is csak így becéztük, Mirza. Sejtelnünk se volt, mit jelent a szó, mit magával hozott a kis csikó, mikor egy tavaszi vásár után udvarunkba vezette apám. Mirza. Mirza? Mint rejtelmes talán csendült a szó, nagyon jó ajakán. Sehogy se akart békülni vele, aztán ráhagyta. Egye a fene ezt a bolondos furcsa szót, s így hívta ő is a kis csikót, kinek deszkából tápolt kaloda volt is szálonkban, külön otthona. Nappal persze ficánkolt nagyon, játszott a tyúkokkal az udvaron. Nyíhított, dobbantott, majd megszaladt, s űzte a búgó szarvasbogarat. Nagyanyát leste, ölben fátva vitt, hát elkísérte a kamrába is. Ő meglátta, s kiáltott sikítva, jaj, de megijesztettél, te, Mirza! 170 diák versenyzett az anyanyelvhetén, ez nagyon magas létszám. Egyre nagyobb rangja van ezeknek a versenyeknek. Sokan jönnek, és felkészülten jönnek. Például a prózamondó versenyen az volt a tapasztalat, ahol igazgatónénink is jelen volt, hogy annyi diákocska volt, hogy a termet majdnem ki kellett rúgni az oldalát, mert nem fértek el. És azt mondta ő is, hogy senki nem jött készületlenül. Tehát mindenki odavaló volt. Ennek örülünk igazán. A gálán mindenki előtt megmutathatták győztes produkciójukat a legjobb helyezést elérők. A legnagyobb örömünkre mégis a magunk eszkába állt a nagyobb eszköz szolgált. A gólyaláb, vagyis a közönséges faláb. Azzal jártunk iskolába, boltba, és ahová kellett. Nem hinném, hogy a mai gyerekek bármit is tudnának egy csodás szerszámról, amely magasra, a rettentő sár fölé emel bennünket. Kicsi patak, halvait gyorsan omlanak. Fürtös vizet csillog szalad, a kő között alombalak. Emberként, jöjj hát állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csípek, most ott csípek. Meglásd, milyen jó hideg. Fakón és bölcsen, mint az öregek ajkán a rozsdás, hervadó mosoly. Csillan az ősz már a vidék fele, s a fák lombjai között bújdokol. S nézd, hogy reszketnek a csontos gajak, kapkodva hulló leveleikért, mint árnyas földön botorkáló ujjak, a koldus kutat elgurult fillért. Innek még sohasem tűnt el fél pár zoknia, az akár bele se kezdjen művem olvasásába, mert akkor ő nem abba az embercsoportba tartozik, ahová én és családom, és számára ez a rendkívül súlyos problémakör nem létezik. Nálunk bizony eleltűnnek a fél pár zoknik. Ott áll valamelyikünk a szoba közepén, és vadul lobogtat egy zoknik. Hol a párja, hol a párja? Kiáltozza kétségbe esetten, és persze hiába, a másik zokni nincs se égen, se földön. A tanulók érzik az anyanyelv ápolásának fontosságát, ezt ékesen bizonyították. Blanka első lett a szövegértési, a szép kiejtési és a helyes írási versenyen, a szavaló versenyen pedig most második helyet szerzett. Nagyon örülök az eredményeknek, nem mindegyikre számítottam, és úgy gondolom, hogy fontos művelni az anyanyelvünket. Tehát mindenképpen örülök, hogy nekem is sikerült. Az idegennyelvi versenyeken való részvétel is példás volt.
Tesztet írtak, szövegfordítást kellett megoldaniuk, valamint szép kiejtési feladatokat. Évről évre nagyon sok kisdiák vesz részt ezeken a versenyeken, szóban is és írásban is, és több mint 100 diák versenyzett és mérte össze a tudását, úgyhogy a gyöngyszemeket pedig itt ezen a műsoron ki is emeltük és jutalmaztunk. Évről évre fejlődnek a diákok a tanulásban, és rutint szereznek a versenyeken is. Az angol nyelv nagyon érdekel, és nagyon úgy gondolom, hogy fontos a jövőben, ezért nagyon számít nekem, hogy milyen eredményeket kapok belőle, és hogy nyertem, az ami fantasztikus érzés, mivel tavaly is indultam a versenyen, viszont csak második lettem, így nagyon örültem, hogy idén megnyerhettem a versenyt. Sokan zárták az idei sorozatot tehát az őszi versenyeken kiváló eredménnyel. Megérte a sok-sok felkészülést és gyakorlást, ez a felemelő alkalom tanáraik és szüleik büszkeségére. A sümegi dzsúdós csoport remek teljesítményt nyújtott a nemrégiben megszervezett országos versenyen a Nevazán. A sikeres eredmények mögött rendszeres, kemény edzések vannak. Hetente kétszer az általános iskolában tartják a gyakorlásokat. A könyvtár melletti kis épület részben vadonatúj rögzített tatamin. Itt edzenek hétről hétre az iskolás gyerekek. Az Egyesület, az Iskola és a Magyar Dzsúdó Szövetség kötött megállapodást, így sikerült beszerezniük ezt a közel 1 millió forintos szőnyeget. Ez elengedhetetlen az edzésekhez, a fejlődéshez. Köszöntéssel, meghajlással indul a gyakorlás, a bemelegítés. Mesterük a dzsúdót, mint testnevelést, egyfajta nevelési rendszerként dolgozta ki, később vált belőle küzdősport, az eredeti önvédelmi részeket megtartva. Rendszeres gyakorlásával biztosítani lehet az egészséges fizikai és lelki fejlődést. 21 fős a sümegi csoport, nemrégiben óriási sikerekkel tértek haza a tapolcai országos szintű versenyről, a Nevazáról. Én a munkába hiszek, ezek a gyerekek alkalmasak rá, szófogadóak, végrehajtják a feladatot, hetente kétszer tudunk edzeni, de vannak összetartások, ami a 3 órás foglalkozás jelent, és akkor hát szép fegyelmezett munkával odaértünk. Itt a környező falvakba el szoktunk menni, illetve településekre. Voltunk Koroncón, az egy kicsit messze, hogy egy Győr mellett, onnan is szép eredményeket jöttünk el. Ami meg most volt Tapolcán, ez a Nevaza verseny. Ez az első Nevaza verseny, amit ugye én rendeztem meg. Itt meg hát a 14 gyerekből 10 érmes lett, és a többiek is 5., 6., 7. helyen végeztek. Szigorú versenyszabályok vannak, mint megtudtuk. Az edzésgyakorlatokat nagyon fegyelmezetten végzik. A legjobban Nemesvári Péter teljesített a versenyen. Hát kemények voltak az edzések, meg jók is voltak, mert azok segítettek felkészülni rá. Miért szeretsz dzsúdózni? Mi az, amit ez a sport ad neked? Hát ez olyan dolog, amit nem tudok elmondani. Hát szeretem is, mert megmozgat, meg hát együtt lehetek a barátaimmal is. És sorolhatnák még az előnyeit. Hajlékonyságot fejleszt, kiváló az összpontosítás a koncentráció magas szintű műveléséhez. A legkisebb tanítvány első osztályos, és meglepő, hogy kislányként is ez a kedvenc sportja. Azért, hogy meg tudjam magamat védeni, meg jó, már sok mindent tanulunk, meg hogy erősebb legyek. Az edző egyetlen halkszavára reagálnak a tanoncok, nincs beszélgetés, vihorászás, nincs fegyelmezetlenség. Birkóznak a tatamin, de úgy, hogy betartják a szabályokat és a helyes fogásokra figyelnek. Edzőik tudatosan tanítják őket arra is, hogy tudjanak veszíteni. A sportban a cél a küzdelem. Az őszi szezon befejezve a sümegi futballisták a szokásoknak megfelelően évzáró értékelést tartottak, melyen szó esett a célkitűzésekről és elvárásokról is. A szakvezetők kifejezték abbéli reményüket, hogy tavasszal sikerül majd úgy folytatni a bajnokságot, hogy ismét felkerüljön a csapat a megyei első osztályba. A sümegi felnőtt futballcsapat tagjai valamennyien részt vettek a szezonzáró értekezleten. Idén ősszel 15 mérkőzést játszottak, ebből 9-szer győztek, 4 döntetlent értek el, és 2 meccsen veszítettek. Plusz 43-as gólkülönbséggel zárták a szezont. Most olyan a lemaradásuk a továbbjutó helyről, ami behozható tavasszal, bizakodnak.
Fazekas László, a futball szakosztály vezetője kiemelte, hogy véleménye szerint több van a csapatban a jelenlegi eredményüknél, összehasonlítva teljesítményüket a vetélytársakéval. Jó irányba történt elmozdulás, mintegy 50%-os volt a játékos állományban történő változás ebben a szezonban. A védelemben erősítettek főként, az irányító támadó posztokon még további javításra van szükség. A téli átigazolási időszakban próbálnak tenni ezért. Van fejlődni való, és előfordultak fegyelmezetlenségek is, egyéni hibák, folytatta. Minden játékosnak tisztában kell lennie azzal, hogy a labdarúgás közös játék. A csapat edzője szeptemberben kezdte a fiúkkal a közös munkát, így értékelt. Hiányérzetem van, mert én egy 36 pontra gondoltam, hogy az elérhető lesz, de rengeteg problémával kellett szembe kerülnöm. Tudni kell, hogy 6 kezdőjátékos távozott a nyáron, összesen 11-en elmentek, 7 játékos érkezett a helyükre, és azt tudni kell, hogy ezen a szinten is nagyon nehéz egy csapatot újra felépíteni, és ugye itt csak negatív ingerek érték a játékosokat 2 éven keresztül, tehát nem volt önbizalmuk, nem hittek magukba. Én ezt a hitet próbáltam visszaadni nekik, és abszolút támadó szellemi csapatot építettem, ami meg is látszik abból, hogy 61 gólt tudtak rúgni 15 mérkőzésen, és elfogadható a 18 kapott gól is. A város polgármestere egyértelműen kifejezte véleményét az előző szezon kudarcával kapcsolatban, és a város vezetésének elvárását, hogy a csapat kerüljön vissza a megyei első osztályba. Elmondta, hogy az önkormányzati támogatást nem áll szándékukban csökkenteni, de reméli, erősödni fog a csapat, és átérzik a futballisták a feladat súlyát. A sportegyesület elnöke köszönetet mondott a működés költségeinek biztosításáért. Elmondta, 8 korosztályt versenyeztetnek, mintegy 140 főt, ami nem kis feladat. Nagyon nehéz év volt, kiestünk a megyei első osztályból, ami hát eléggé visszaveti egy egyesületet a munkába, és új csapatot kellett alakítani, új edzőt kellett hoznunk, és hát az első ez egy ismerkedés volt mind a játékosoknak, mind a játékosokkal, hogy edzőnek egymással, hogy remélhetőleg, hogy egy jó alapot teremtettünk arra, hogy a következő idényben, tavaszi idényben jobb helyezést érjünk el. A csapat kapitánya is elsődlegesként az elvárt célt fogalmazta meg, melynek eléréséhez fontos a jó kapcsolat a focisták között. Fiatalok vagyunk, sokan, egy-két időssel megerősítve, de viszont nagyon jó a csapat összetartása, tehát meccsek után ott maradunk folyamatosan, akkor ha nincs edzés, akkor is találkozunk, ha valakinek problémája van, azt megbeszéli a másikkal egyből, akár telefonon, akár az öltözőben, akár mi probléma van, akkor tudunk kommunikálni, tudunk beszélni. A szakemberek és a futballisták tehát jól látják a célokat, és remélhetőleg minden feltétel adott lesz majd tavasszal, hogy el is érjék azt. Sümeg sportszerető közönsége, a kitartó szurkolók ezt várják a csapattól. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Mikulás kupa. Játékos feladatokkal várták a térség óvodásait az iskolában. Anyanyelv hete. Gálaműsor és eredményhirdetés. Évzáró értekezlet. A futballcsapat befejezte az őszi szezont. Híradónk után az ablakkal, a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Elsőként Nagy József főesperes kanonok osztja meg nézőinkkel adventi gondolatait, majd a második gyertyagyújtásról láthatják összefoglalónkat. Megérkezett a Mikulás az óvodába, és a város főterén is megörvendeztette a gyerekeket. Megmutatjuk önöknek. Végül magazinunkat jogi témával zárjuk. Az öröklésről tájékoztatja nézőinket dr. Rédei Zsolt ügyvéd úr. Látogassák meg a www.sümegtv.hu weboldalunkat, ahol korábbi híradóinkat, magazinműsorainkat is megnézhetik. Mai adásunk ismétléseit szombaton reggel 8 órakor és este 7 órakor nézhetik meg, valamint hétfőn este 7 órakor. Kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk a folytatásban.